Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményei mutatkoztak be a Szekszárdi Garai téren a pályaválasztás előtt álló diákok számára. A pályaválasztási roadshowra, az iskolák által kínált lehetőségekre sokan voltak kíváncsiak. Igazából mi azt szeretnénk megmutatni minden esetben, hogy a szakképzés mit tud nyújtani a pályaválasztó diákoknak, illetve szeretnénk testközelbe hozni nekik azokat a szakmáinkat, amelyeket így ki tudunk idehozni és meg tudjuk őket mutatni. Az a célunk, hogy erősítsük a szakképzésnek az elismertségét vagy az elfogadottságát. Szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésből is lehet menni egyetemre. Az intézmények interaktív standokkal készültek, így az érdeklődő diákok közelebbről is megismerhették a szakképző iskolákban tanulható szakmákat. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen előnyei vannak a szakképzésnek. Ösztöndíjrendszer, a végén egyfajta ösztönzőként, akár az eredménytől függen, akár 300 ezer forinthoz is juthatnak a sikeresen vizsgázók, illetve a duális képzésben rejlő lehetőségeket, néhány duális partnerünk is megjelent. Tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben van a jövő. Az esemény házigazdái a Szekszárdi Adi, Pezerédi és Hunyadi iskolák voltak. Profilunkból, jellegünkből fakadóan nyilvánvalóan gasztronómiával készültünk. Megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen csoda dolgokat tudnak készíteni a diákjaink, és hogyan tudjuk ezeket tálalni. Természetesen interaktívvá tesszük a dolgot azzal, hogy bevonjuk a jelenlévő, megjelenő diákokat abba, hogy ők díszítsék a süteményeket, vagy éppen a kis szendvicskéket, és ezzel próbáljuk őket egyrészt magunkhoz csalogatni, természetesen másrészt pedig bemutatni arra, hogy mennyi szépség rejlik ezekben a szakmákban. A diákok, ha tehették, az összes standot meglátogatták. Tetszik a villanyszerelői szakma, de az ételek elkészítése sem túl rossz, nem lenne túl rossz nekem, és szeretem azt is. És hát még nagyon nem tudom, hogy mi legyek, de ezért jöttem ide nézelődni is. A szakképzési centrum legközelebb 15-én Dombóváron tart pályaválasztási roadshow-t.